kapjuk ide? Nagyon vártuk, hogy megérkezzél. Nagyon vártuk már. Én is vártam már ezt a napot, már nagyon készültem én is. Na. Mikor erre jártam és bekukuskáltam az ablakon, láttam, hogy itt csupa jó kisgyerek van. Olyan szépen játszottatok, hogy öröm volt nézni. A lányok babáztak, főztek, a fiúk szépeket építettek, és senki sem kiabált. És tudjátok, minek örültem a legjobban? Annak, hogy szépen el is raktátok a játékokat. Nagyon ügyesek vagytok. De mikor később visszajöttem, kicsit elszomorodtam. Valaki nagyon sírt, hogy nem jön az anyukája. Senkit nem hagynak itt a lóviban. Minden kislányért és kisfiúért jön az anyukája, nem kell sírni. Én azért hoztam egy nagy csomag papír zsebkendőt, az óvajéri tudják kinek kell adni. Hogy egyétek meg azt a finom elnivalót, amit a konyhásnénik főznek. Legalább kóstoljátok meg, biztosan nagyon finom. Örülök, hogy ügyesen öltözködnek, vetkőznek. Mindenki nagyon aranyos ebben a sini csoportban. Tanultatok valami éneket, verset? Szeretném meghallgatni. Csizmátokat az ablakba, mindenkihez el fogok menni. És ha továbbra is ügyesek lesztek, jövőre is eljövök hozzátok. És most jöjjenek ide, akiket szólítok. Pillanat, önök ujjaimmal nem tudom eltenni a papír. Balog Amanda. Gyere, kapd csomagot. Gyere, adok csomagot. Köszönöm szépen. Danó Vivien. Köszönöm szépen. Farkas Kata. Köszönöm szépen. György Gábor. Úgy is jól. Úgy is adottam adott kapott. Jakab Kamilla. Fog ide jönni, fél a hóra viszem neki, jó? Kohács Ibolya. Pusica Lilla. Neki kell fél a hóra, hogy a papír vettem. Marton Zoltán. Schwemer Mark. Code Button. Tóth Orsolya.
Varga Daniella. Legyetek ügyesek! Barbara kimaradt fél a polgárásért, állít Barbara, amit kimaradt. Jaj, bocsánat. Tessék, megérít a rosszomból. Legyetek ügyesek, ha ügyesek lesztek jövőre, is eljövök hozzátok. Szervusztok! Hallottam, hogy a kislányok szépen rajzolnak, írnak, festenek. Ügyesen végzik a naposi feladatokat, segítenek az óvónéniknek, a szülőknek. Így van? Igen! Ennek nagyon örülök. Szeretnek társasozni, színezni, kirakózni és játszani a Peti kirakóval. Na és szabázni! És énekelni is nagyon szépen tudtok. Énekeljetek nekem valamit, jó? Jaj, de nagy tenyekben húj a hó, ránk ott a kárákat él a hó, nagy süvegében integye, ott vannak a szántó gyerekek, húzzuk ki a szántót a népre, csúszunk egyeket tört lefele, sikrik a nagyon ügyesek vagytok, szépen énekeltetek. Viszont rendezni nem nagyon szerettek a babakonyhában, nem igaz? Igen! Segítsetek sokat az óvónéniknek és a Danusnéniknek, megígéritek? Igen! De hallottam, hogy a lányok nagyon jók voltak, jöjjenek ide hozzám sorban. És megítalmaz a lényeket. Csizmadia Nóra. Cikiréka. Német Alexandra. Sejver Lívia. Varga Laura. Köszönöm. Van olyan kisfiú, aki csak idén kezdett el járni hozzátok az óvodába, de már nagyon jól beilleszkedett közétek. A fiúk is ügyesek. Van, aki nagyon szeret napos lenni, teríteni, leszedni az asztalt, mindenben segíteni. Néhányan nagyon ügyesen játszotok a számítógépen, de másokat is engedjetek oda, jó? Jó. Vannak, akik csodaszép formákat színehez raknak ki a pöti kirakóval. Nagyon ügyesek ezük, kézügyességük. Így van? Igen. Kik azok a fiúk, akik szeretnek kirakózni, memóriázni és társasozni? Ennek nagyon örülök, megdicsérlek benneteket érte. De sajnos nem csak jót hallottam rólatok, hanem rosszat is. Kik azok a fiúk, akik nem szeretnek délben aludni? Tegye fel a kezét. Na, kik azok, akik nem szeretnek délben aludni? Hadd látom. Nincs olyan senki. Ugye valaki van? Hanik Kristó, ki nem szeret aludni délben? Vannak egy páran. Délben pihenni kell egy kicsit. Próbáljatok meg aludni is, jó? Jó, jó. Megígérem. Igen, igen. Úgy tudom, hogy többen szoktatok verekedni is, igaz? Igen, igen. Miért kell egymást bántani? Nagyon nem szép dolog ez, nem örülök neki. Lehet, hogy még ajándékot sem hoznak azoknak, akik verekednek. Ugye nem örülök ennek? Ígérjétek meg, hogy nem bántjátok többet egymást. Akkor mindenkinek adok ajándékot, és jövőre is eljövök hozzátok, rendben? Jó, jó. Jöjjenek idei fiúk is sorban hozzá.
Danó Zsolt, Benis Tamás, Farkas Kristóf, Hege Efraim, Horváth Máté, Ruhász Dominik, Kalányos Martin, Kolompár Dániel, Tukora Milán, Svéd Dániel, Nagy József, jaj, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagyon jó! Nincs itt köszönöm szépen! Varga Milán, Viola Milán, Gitár és Bálin, köszönöm szépen! Mondjatok már! Balcs Csaba, és Hanik Kristóf, köszönöm szépen a rajzokat, nagyon szépen. Hullahó, hullahó, ennyi apró télapó, igazia, elevene, intről mozgó hóembere. Nagy kabátyú csupa hó, honnan esom télapó, kikezze, az apróba télapóka embere. Óvodások mennek sorban, záporodó habos fóban. Köszönöm szépen, nagyon ügyesek voltatok. Az ajándékokat. Köszönjünk a télapónak. Szerbusz télapó, örülünk, hogy megjöttél. Köszönjük a télapót egy versen, jó? Itt van, itt a Mikulás fehér téves hósapkás. Hétmérföldes csizmája, a világot bejárja, a hatalmas puttonya ajándékkal megrakva. Jó gyerekek, megkapják, nektek meg a kis csizmát. Köszönjük, köszönöm szépen, nagyon ügyesek voltatok. Hosszú útról jöttem, megérkeztem végre. Remélem minden gyerek örömére. Nagyon sok jót hallottam ám rólatok. Amikor elrepültem a rénszarvasaimmal, mindig bekukucskáltam az ablakon és láttam, hogy milyen ügyesen rajzoltok, festetek, milyen szép várat építettetek. Láttam, hogy Legóból milyen klassz autókat gyártotok. Hallottam, mennyi verset tudtok már, és milyen szépen énekeltek. De sajnos vannak ebben a csoportban olyan gyerekek is, akik csúnyán beszélnek, verekednek, és rakodni sem szeretnek. Ugye tudjátok, kire gondolok? Ők szeretném, ha megígérnék nekem, hogy szót fogadnak az óvónéninek, nem beszélnek butaságukat, és rendesen helyére teszik a játékokat. Megígéritek? Igen! Remélem, be is tartjátok az ígéreteteket, mert akkor megérdemlitek az ajándékot, amit hoztam nektek. És most jöjjön ki hozzám az, akinek a nevét dolgozom. Beker Roland. Beker Roland. Majd az odaadjuk neki. Az Beker! Csizmadia Dorka.
Tíz Maria Réka. Köszönöm, hangosan, ugye, mindenki. Tíz Maria Viola. Ügyesen. Erdő Vivien. Köszönöm. Galák Vita. Köszönöm. Gyömörei Vivien. Köszönöm. Majd akkor odaadják meg körülbelül. Javak Károly. Ő is beteg szegény. Kaufmann Norbert. Hát szegény, ő is beteg. Sok beteg van elni. Valami vírust is hozta erre felé, sajnos télapó úgy. Hát remélem nem én hoztam. Remélem. De ha még itt hoztam, remélem el is. Télapó! Kis Blanka. Kovács Noémi. Köszönöm. Add át a rajzodat, amit rajzoltál. Köszönöm szépen. Lovas Helva. Köszönöm szépen. Mentes Barnabá. Köszönöm. Nagy Alexandra. Nagy, Nagy Eri. Nagy Gyombor. Kusek Lajos. Rechner Zira. Cinka Dávid. Ő is. Somogyi Petra. Petra, itt van, gyere Petra. Voltam Mikulás. Az nem jó dolog, de ugye már Petra. Mikulás veszett a dolog. Sirupot vettem meg Dottet. Varga Bálint. Gyere Bálintka. Gyere szívem. Gyere Bálint. Adok a járt. Nem bántok életet. Meg adjál az életet. Köszönöm. Varga Erika. És van a család? Ő is van a család. Verset tanultunk, és elmondják itt a középsősök, jó? Jó, rendben. Kopogtatnak, kop-kop-kop, kisugnak, állapok. Lili, ha jó élapó, megjön itt van, jaj, de jó. Nagyon aranyos télapó vagy te. Örülnök az ajándéknak? Ugye? Legyetek jók, és jövőre is el fogok jönni hozzátok. Megígérjétek, hogy jók lesz? Igen! Búcsúzzunk a télapótól. Énekkel, jó? Búcsúzzunk a télapótól. Jaj, de nagy tehegben hull a hó, rázza a szakállát a télapó. Nagy süvegébe kiszerje, hallanak a tánkók gyerekek. Húzzuk ki a tánkót a létre, csúszunk egyet, kettőt, lezserek. Sikülik a tánkó, jaj de jó, velünk együtt örül a télapó. Köszönjük a télapó, hogy eljöttél. Legyetek jó későről. Jó, köszönjük télapot. Többi betegeknek is át fogjuk adni a csomagokat. Köszönjük szépen. Milyen télapó, milyen télapó?